Sziasztok srácok, ez egy újabb videó, amiben hát megmutatnám azt, hogy hogyan tudtok házi szervert futtatni, házi TeamSpeaker szervert futtatni a gépeteken igazából. Az első lépés, hogy ezt meg tudjátok csinálni, le kell töltenetek, egy pillanat, csak felemelem itt a... Oké. Na. Oké, első lépés, ezeket az is zárom addig szépen, minden sorjában mutatok majd. Első lépésetek az az lenne, hogy felmentek a teamspeak.com-ra, teremtek arra, hogy downloads, és teremtek arra, hogy teamspeak 3 server. Majd te rámentetek, kihagytatok, hogy nektek milyen bites a gépetek, és rámentek a downloadra, és letöltitek. Amit ez meg lesz, akkor itt lesz az asztalon egy zip file, amit ki kell csomagolnotok, és ezt a mappát kell belőle kicsomagolnotok. És ezt a ts3server.exe file-t elindítanatok. Ilyenkor legenerál nektek egy ilyent és ilyen file-t, ami fontos, hogy ehhez ne nyújjatok. És akkor elő fog dobni egy ablakot, amitán megnyitottátok azt, amiben leírja nektek a tokent, a server admin, a queryhez, a server admin felhasználónevet és a jelszavat, és igen, amivel tudtok majd jelentkezni, de ez még nem feltétlenül így lesz. Na most akkor megcsinálom, tehát letöltöm, letöltünk egy 64 bites, mert nekem 64 bites a gépem, tehát letöltöm. És mindjárt meg is fog jelenni a cuclimutlink. Igen, meg is jött, itt is van a zip file. Lementek két kattintással. Utána ezt a mappát megfogjátok, és kihúzzátok asztalra, vagy bárhol kicsomagolhatjátok, kicsomagolási, de ha ide kattintatok, akkor ki tudjátok csomagolni egy adott helyre, de én most mondjuk asztal kicsomagolom. Na. Ja, opa, elfelejtettem, hogy itt nekem már van egy asztalom, amit így hívnak, szóval ezt átnevezem TeamSpeak-re mondjuk. Ja, igen, meg itt van a TS, azért nem tudom ezt most megcsinálni. De én még most már meg tudom majd csinálni, tehát nevezzük ezt. Ezt nekem nem kell megcsinálni, csak én azért sem majd meg kell mutatni. Na és akkor most kihúzzuk asztalra. Aztán, utána ez megvan. Ezzel belementek. És a ts3server.exe-t mentek két kattintással. És le is generált nekünk pár fájlt. És ezek is ablak fog előugorni. Most hallottátok is, hogy én nekem most fel is jött a szervóra, de amúgy beírjátok a kapcsolatokhoz az, hogy localhost, és rementek a csatlakozásra, akkor titeket is fel fog dobni. Amit ide be kell írnotok, az amit kaptatok ebbe az ablakba, ezt beírjátok, ezt a server admin tokent. Tehát ezt kell beírnotok ide. És akkor kaptok ugye server admin, amivel minden rangot tudtok konfigurálni, meg minden. Ennyi. És ugye ez nem licences szerver, nem tudok beszélni se, ezért csak 32 szotos lehet a szerver. Na, ha minden más beállíthattok, mondjuk jelszót is be tudtak, mondjuk azt, vagy bármi, és mondjuk azt, és akkor az lett a jelszó, vagy bármi. És akkor például, hogyha mondjuk valaki fel akar jönni, beírjuk azt, hogy localhost, akkor földob, mert hát ugye ti vagytok a server adminok, és azt mondok, hogy nem kell beírni ezt. Mindegy, most ez nem is fontos. Akkor ennyi. És akkor most megmutatom, hogy hogyan tudjátok azt megcsinálni, hogy más számítógépről, internetről el lehessen érni ezt a TSM szervert, tehát ne csak LAN-on legyen a TS szerver, tehát ne csak localhost-tal lehessen felcsatlakozni. Első dolog, menjetek ide, a szolgáltatásotokra,
rámentek a szolgáltatásatokra, és említek, hogy tulajdonságok. Legörgettek. És itt lesz a tulajdonságok. Itt mindent kiír, hogy milyen netetek minden. És itt nektek az IPv4 DNS kiszolgáló kell. Ezt ti kimásolja. És hát ezt kell beírnotok a böngészőtökbe. Tehát beírtok azt, hogy 192.168.0.1. És nyomtuk egy Entert, és bedob titeket. Amúgy itt lesz egy ilyen kis admin panel, és bejöttek admin, és akkor bejelentkeztek. Ezután, mint be vagytok jelentkezve a routeretekbe, utána itt rámentek arra, hogy forwarding, és itt ezeket, amiket én hozzáadtam, hozzáadjátok. Annyiban változik az enyémhez képest, hogy az IP adresszetek nem lesz ugyanaz. Tehát nem biztos, hogy ugyanaz lesz, de vagy esélye, hogy az ugyanaz lesz. De ide azt írjátok be, tehát tudom, hogy adnyú, így tudjuk hozzáadni. Ugye alap értelmezett port, le kell bontani a portokat. 9987, így ez azért is kell, hogy lebontsuk a portot. És 9987, és ide IP adresset azt írjátok be, amit itt láttok az IPv4 címnél. Ezt kell beírnotok az IP adresshez, protokollt pedig UDP-re kell állítanotok. Két UDP-set, nem, egy UDP-set kell létrehoznotok, ugye, ott a 9987-tel, a 1011 porttal ugyanaz az IP címmel TCP-t, és a 3000, vagy a 30033-mal pedig ugyanaz az IP címmel megint egy TCP-t kell. Ugye ez a fájlok feltöltése meg ilyenekhez kell. Amit ugye ez megvan. Igazából akkor annyit kell csináltuk, hogy mondjuk a státuszba. Itt legörgettek. És itt a IP adresszt, csak igazából be kell másolnotok a TS-be. És be is tudtok majd csatlakozni a szerverre. Ja. És ennyi. Ennyi lenne, amit itt tudnotok kell. És ugye ezt már bármelyik eszközön, vagy bárhonnan fel lehet csatlakozni. Plusz dolgot is mondhatok, hát, hogy hogyan kell saját DNS címet. Tehát, hogy hogyan lehet mondjuk azt, hogy mark.ddns.net. Ezt hogyan kell megoldani. Rámentek arra, hogy Dynamic DNS. Itt, rámentek arra, hogy Go to Register, és akkor átmenni egy regisztrációs oldalra, noip.com-ra. És itt, mondjuk vajátok, hogy mondjuk Hoptóval, vagy valamivel, hogy milyen hostname-et szeretek, elmentek a Signup, megadtok egy jelszót, és megadtok egy e-mail címet, utána rámentek arra, hogy oké, még minden, és utána küldeni fog egy e-mail címet, amire egy e-mailbe egy levelet, amiben van egy link, és arra rá kell kattintani, hogy visszaigazoljátok a fiókotokat, amit ez megvan. Elmentek ide a username, ide beírjátok az e-mail címet, amit megadtatok, a passwordhoz meg a jelszót, amit megadtatok. A domain name-hez pedig azt adjátok meg, amilyen DNS címet regisztráltatok, és beépipáljátok azt, hogy enable DDNS. És említek arra, hogy login, és akkor, hogyha mindent jól csináltatok, akkor a connection státuszhoz azt írja, hogy success. Tehát, a Markhost, tehát nekem most az van, hogy markhost.tdns.net. Ez az én Teamspeak szerverem. És simán működni fog. Fel is dobott. És ennyi. Ennyi. Úgy, amit tudnotok kell erről. És igen. Tehát ez egy ilyen kis plusz dolog volt, ezt nem muszáj megcsináltok, de ha nagyon szeretnétek, akkor ezt is megtehetitek. Na, ennyi is lett volna ez a mai kis oktató videó a TeamSpeak-on szerver készítéssel kapcsolatosan. Ha szeretnétek még hasonló videókat, azt mindenképp érezzetek egy hatalmas nagy lájkkal. Kommentbe írjátok le a videóteteiteket, esetleg, hogyha van. Én Márk voltam, sziasztok!